A vajdasági magyar amatőr színjátszó mozgalom közösség megtartó erővel bír. Ezért is fontos, hogy a csoportok vezetői rendelkezzenek azzal a tudással, amely ennek megtartásához és megerősítéséhez szükséges. Nagy volt az érdeklődés a november végén meghirdetett képzésre. Többen jelentkeztek, mint amire mi számítottunk. Mi úgy terveztük, hogy egy-egy helyszínre körülbelül 20 résztvevő jöhet el. Eddig már 65-en jelentkeztek, és már ugye lezárult a jelentkezés a Szabadka és az Újvidéki helyszínre, abár a Nagybecskerekre még jelentkezhetnek, és azt kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy lejárt a jelentkezési határidő, folyamatosan kapunk még mindig érdeklődőktől e-maileket és bejelentkezéseket. Úgyhogy a szabadkai helyszínen is kibővítettük, a tervezett 20 helyet 27-en fognak részt venni. Fontos, hogy a képzés résztvevői játékosan ismerjék meg egymást, hogy megnyíljanak egymás előtt. Ezért drámapedagógiai módszerekkel kezdik az oktatást. Hát első nap a drámapedagógia elemeivel fogunk ismerkedni, olyan alapvető gyakorlatokkal, amelyekkel megtanulják a résztvevők, hogy a csoportjaikat hogyan tudják felkészíteni a színjátszós gyakorlatokra. Lelkes Laci, aranyos Anna Mária, táncoló Teodóra, talpraesett Tamás. A bemutatkozó kör a kezelős, a névpárbaj, az alliterációs játék, a szomszédok és a mi változott játék. Mind az segíti elő, hogy a leendő csoportvezető koncentrációja és megfigyelő képessége fejlődjön. Eddig nagyon izgalmas az egész. Hát igazából néhány játékot már ismertem, de mivel hogyha az ember új emberekkel játsza ugyanazokat a játékokat, akkor is igazán izgalmasak tudnak lenni, nagyon élvezem. Volt egy névtanulásos, amelyik talán így a leghosszabb időt elvette, de mindenképpen a leghasznosabbnak tűnt és a legjobban működött, hogy a neveket megtanuljuk, és egyébként még kíváncsian várom, hogy mi fog következni. A Deszkára Fel program első éve 60 órás képzésből áll, amelyet 8 hétvégén tartanak. A programot a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.